Jó, itt szorítsuk be! Szevasztok! Hello! Ez itt a Face Team, és eljöttünk a horvát tengerpartra. Találtunk egy óriási elhagyatott hotelkomplexumot. Ja, ami 5 darab hotelből áll. Előttünk kettő, mögöttünk kettő, mellettünk nagyon egy. Nagyon kísérteties ez a hely. Még a háborúban hagyták el, és itt fogunk bujócskázni, srácok. Mi lesz? Epic bujócska és fogocska volt a kettő. Most itt kicsit kibővült itt a csapatunk. Parkour bujócska lesz, tehát most tényleg lesz benne üldözés. Akit megtalálnak, Kerim lesz a fogónk, és keresünk. Aha. Akit megtalálnak, azt utána üldözni kell. Ja. És aki a legtovább maradt talpon, és a legkésőbb találják meg, az megnyeri az új GoPro 12-t. De várjál, én mint húnyó nyerhetek? Igen, te nyerhetsz, hogyha mindenkit megtalálsz fél órán belül. Itt nem lesz szekus, akit ráeresztetnék bárkire is. Csodaszép tiszta vízű tengerpart, és ehhez képest meg ott elhagyott a hotelek mindenfele. Lássuk, ki hova tervez elbújni. A címet meg kéne védeni, szóval valamit majd megpróbálok intézni. Azokat nézegettem, az a kettő azt tetszik, úgyhogy szerintem én oda fogok bújni. Na, látok is egy spotot, ahol le tudok nézni, és látom. Akár a fogó. Van a dombos és a lapos oldal. Eddig mentek a dombosra és mentek a laposra, tehát én megyek középre. Valami olyan helyet tudok keresni, ahonnan előre meg tudom tervezni, hogy utána merre futok. Ez fogalmas sincs, hol lesz. Hogyha minden kötél szakadna, akkor így a végén beugrok a hotelről így a vízbe valahogy, és akkor így elúszok. Na, hajrá mindenkinek! Pacs, pacs, pacs! Van fél órátok, aztán a gyász megesz mindenkit. 3, 2, 1, go! Go! A hat bujó elindult, nézzük ki merre vette az útját. Peti és Ufi bandában ment a Goricina Hotel felé. Na mi megyünk akkor egy kicsit együtt még. Kerim, nem találsz meg. Ez komoly. Hú, itt azért van minden. Igen, ne jóval följebb kéne jutni. És ott is van még a lift, a liftbe kéne belebújni. Hú, de az nagyon para lenne. Az rohadt para. De azért megnézhetnénk a liftet, ugye bár? Én a középen lévő épületet választottam. Ezt figyeljétek, ez a Grand Hotel. Elég ósdi. Ez itt a legalacsonyabb. De hogyha itt van valami olyan hely... Ez nagyon para. Ebben a hotelben nem nagyon fog keresgélni Kerim, mert ez van a legalacsonyabb, és ide senkinek nem jutna eszébe jönni. Hát tévedtem, mert Levi is pont ugyanerre jött, csak a másik oldalról. Most ide a középső házba jöttem. Itt van egy feljárat, pedig ott egy ember. Ez te vagy? Még de gyere már! Jesszusom, Matyi, menj innen, ne, lebuktat! Bende és Sejen Peti pedig a partszéli Pelegin Hotel fele indultak. Itt van ez a felső hotel. Szépen ezt itt megtámadjuk, aztán nézzük, Kerim elkapsz. Valami komolyabb spotot kéne keresni, ahová is tudok bújni, mert ott nagyon lát. Kicsit ilyen szellemjárta típus. Ajtókon felmenni, rohadtul inog és para az egész. Amúgy én lehet jó vagyok itt, mert konkrétan innen 10/9,5 a kilátás. Nagyon durván erős penészszag. De biztos, hogy nem megyek be. Gyere, olyan helyet kell keresni, amit nem tud megközelíteni. Figyelj itt a tető. Ez nem biztonságos. Szerintetek beomlik ez a tető, vagy nem? Valahogy oda kéne kijutni. Elteszem a kamerát. Úgy mondjuk rá túl kell figyelni, mert a padló az egy csomó helyen nincs meg, úgy folyik a víz random. Eljutott házakba ezek a vízcsomogások, egyszerűen annyira parák, hogy... Instant horror film. Az a baj, hogy most már sem tudom, honnan jöttünk. Na tehát ez az épület viszont nagyon jól néz ki. Biztos, hogy ide bújjak el. Hát ez milyen jó. És én ott ki akarok mászni oda a sarokra. Nagy hülyeség volt a sándéj. A felfedezések után lassan mindenki megtalálta a helyét, Levi a gerendákon, Sejem az ablakban, pont erre fog jönni. Ufi a tetőn egy különösen jó tervvel állt elő. Ez a gépháznak a teteje, ide csak egy út vezet föl, ott lehet kijönni a tetőre, és ott én fölmásztam. De igen, amíg másznak föl,
Én leugrok ide erre a tetőre, kis ferde tetőn, talán le tudok menni arra a tetőre, és ott már be tudok menni az épületbe, és gyakorlatilag el is tűntem el ezt szemük elől, és soha nem találnak meg újra. Ez a tervem. Remélem, hogy be is válik. Peti valahol a pincében, ahol talált egy fingerboard spotot unaloműzésre, én egy megközelíthetetlen omladozó falon, Bende pedig a legszebb kilátású tetőn foglalt helyet. 3, 2, 1, és let's go! A Grand Hotelbe fogom kezdeni. Ebbe itt. Mindenhol romok meg roncsok. Hát, bekem volt, hogy Kerim pont felém jött először. Mi van te? Ne! Te hogy mentél oda te? Hallod? Ez itt nagyon para. Ez nem kéne ennyire para helyre kimászni. Hallod, úgy voltam vele, hogy itt leugrok és akkor megmenekülök, de... Á, felejtsd el! Hát nem, ennyi kockázatot nem ér meg. Na mindegy, kapjuk el a többiek. Jó. Menjünk. Matyi már megvan, és én biztos vagyok benne, hogy ebbe valaki lesz, de akkora hely, úgyhogy nagyon kell sietni. Annyi segítség van az egészben, hogy lokátoron tudjuk látni nagyjából, hogy ki merre van. Meg kéne találni a lépcsőt fölfele. Aszta, hogy szét van küldve ez az egész. Hát ott vannak. Ufit megláttuk a tetőn, látod, mondtam én, hogy biztos, hogy a tetőre fogunk felmenni, és nem vett észre minket. Gyere, gyere, és jobb, ez így is marad. Figyelj, ott volt a Kerim, és ott az Ufi a tetőn. Nézd már meg. Bár láttuk Ufit lentről, a feljáratot mégis nagyon nehezen találtuk. Te rosszra másztunk fel. Hajjaj. Most már kapd el. Jobb rájuk lapok. Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Hallod, de hogy jöttenek? De hogy jössz földre? Kerítsük be, majd menj onnan! Ott van! Ott fut! Menj! Valahogy menj át! Ott fut! Menj! Én menjek lentről! Aha, valós! Anya, te hülye! Mit csinálj? Rendről! Asta! Lázár, segíts már megtalálni! Hol a Lázár? Is itt van. Nagyon gyorsan Mi azt beszéltük, hogy a pincébe megyünk le. Telibe, azt hiszem az Ufi, telibe most kapták el. Szóval ezek szerint akkor a Matyi meg lett középen. Már nem lehetünk sokan. Szóval... izgalmas lesz, még benne is van, hogy megnyerem amúgy. Bárhonnan felbukkanhatnak konkrétan. Abból az oldalból, és abból az oldalból is. Eltűnt a srác! De már! Eltűnt! Láttam egy alakot elsprintelni. Lefutott! Hallod, itt van! Nem tudom, innen!
Peti valahogy folyton meglógott és újra eltűnt, még direkt szivatott is minket. Jó, itt szorítsuk be! Oh-ho-ho! Az mi volt? Fogd már meg! Nem hiszem el! Jó, megvan. Nem tudom, már úgy láttam, hogy ez most már biztos, hogy meg lesz. Elfáradtam, szóval kellett egy szaltó a végén. Elképesztő. Tudod, mikor mernek ráhúzni egy szaltót? Így, hogy nem tudtam elbújni eléggé, ezért most nagyon rá fogok pörögni az elkapásra. Szóval kapjuk el őket, minél gyorsabban azt megyünk. Ott vannak a túloldal, gyere! 10 percig maradt hátra és még 3 ember, szóval azt nem. Váljunk ketté. Jó. A Levi nem azt mondta, hogy középre megy? De a Leviék ott vannak valahol. Lokátoron is láttam. Viszont abban is vannak. Én meg a drónt is bevetem, mert az jó ötlet. Az jó ötlet. Megnézed? Aha. Jó. Küldjed. Hallod, én közben bemegyek, jó? Megvannak. Besétáltam is. Itt vannak a folyosó végén már. Ott egy folyosó, hogy benézek, és ott vannak a végén, és fingjük nincs arról, hogy mi itt vagyunk, vágod? Ott vannak. Menj körbe, és én meg itt várom őket. Jó, ennél az oldalnál vagy. Bende egész gyorsan meglett, Levit pedig drónnal kiszúrtam a másik épület tetején, szóval a többiek már rohantak is felérte. Biztos, hogy a legfelsőn lesz. Aha, a Levi az ilyen felső szintes, tuti nem pincézik a tegnapi után. Hát azért ez jól néz ki. Szagot fogtam. Ez nagyon flash. Konkrétan itt vannak fent velem a tetőn. És most rám fogok kieszteni, jó? Várjatok. Mit csináltok? Oh! Itt van! Nem tudok tovább futni, nem merek tovább futni, ez nagyon para ez a lépcső. Most hívtak a Matyék, hogy amit tenyertél, de azért gondoltuk elkapunk. Tényleg? Na szép. Az előzőnél semmi esélyt nem láttál magadra. Most tök jó volt. Itt eléggé jól remeteltél. Bár az időnk már lejárt, azért az utolsó bujót is megkergettük még. Sejjen Petit akarjuk most megtalálni, Maty már belőtted volna, hogy hol van kb. Biztos, hogy felment erre. Ki van kötve? Kábellel van kikötve? De jó. Jó. Hopp, hopp, ott van! Ott van, ott van! Megoldj! Ennyi volt! Fú, de jó helyre bújtál el, amúgy. Ja, azért próbálkoztam itt. Király! Szép helyet találtál! Meglep mindenki, srácok! Levi meg Petit fogtuk meg utoljára. Peti szóval... Te nyertél? De akkor hát tiéd egy GoPro 6-os, meg tiéd is egy GoPro 6-os. És akkor ez együtt már 12! Kapja meg a régi 3 pluszt, amivel igen, még igen. Az első logokat csinált. Jó fogók voltunk. Igazából engedtem az elején, hogy elkap, csak azért, hogy segíthessek neked elkapni. Tudom, mert rájöttem, úgyhogy teljesen irreális, hogy ekkora helyre egy darab fogó van. Ha lesz 3000 feliratkozó, akkor elhozunk ide 25 darab kisorsolt nézőt. És itt nyomunk egy óriás bulyacsikát, és a főnyereménye annak 500 000 forint lesz. De nem számháborúzzunk egyet most már. Jó. Most már számháborúzni is fogunk. Na, és de érdekes, hogy ez az egész ki lett vágva. Annyi lényeg, hogy kedvenc játékosotokat kövessétek be Instagramon. Vagy őt. Úgyhogy maradjatok velünk, iratkozzatok fel, kövessetek Instán, főleg a Petit. De amúgy a fődíj az, hogy onnan be lehet ugrani a nyertesnek. Na hát, ha a 300 000 feliratkozó nem is lesz meg egy hamar, a 200 000-hez már közel vagyunk, szóval segítsetek, légy szíves, hogy meglegyen még idén. Amúgy meg találkozzunk a következő videóban.